Újra megrendezik Bonyhádon a bukovinai találkozások nemzetközi folklorfesztivált. Az esemény 2020-ban és 2021-ben a koronavírus járvány miatt elmaradt. A mostani 33. találkozóra közel 30 együttes érkezik, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Igaz, egy picit fokhíjas lesz, hiszen a külföldi csoportokból ugye az ukránok nem tudnak részt venni. De viszont a nagyon sok külhoni csoport jelentkezett, ugye az Aldunai részről, például Pancsova, Ertelendi falva, Székelykeve, valamint Erdélyből, Madéfalva, Déva, Csernekeresztől. Úgyhogy örülünk neki, hogy végre együtt lehetünk, és hát bízom benne, hogy tartalmas programunk lesz. Augusztus 5-6-7-e, ugye ez háromnapos program végül is. A pénteki nap, tehát az első alkalom, ugye az 5-e, akkor 5 órakor lesz a megnyitó a Bonyhádi Művédési Házba, amelyre szeretettel várunk mindenkit, illetve az egész programunkra, ahol tulajdonképpen a szokásos módon van ugye egy megnyitó, majd azt követi egy kis műsor a színpadon. Ugye a műsor keretén belül fogjuk átadni a szólóének versenyünk volt nemrégibe, úgymond, de online módon lett megrendezve, és annak a díj átadása is most ilyen ünnepélyes keretek között fogjuk átadni. Úgyhogy ez a pénteki programunk, valamint ugye nem mondtam, de 23 hazai tagegyesület is részt vett a programon, úgyhogy elég szép számmal leszünk már így a csoportok. A szombati nap 4 órakor indul a menettánc, illetve felvonulás, ami a Percek kertből indul, mégpedig a könyvtártól, és tart a templomig. Hát minden évben, legalábbis amikor meg volt rendezve, az nagyon szép forgatag, úgyhogy bízom benne, hogy az idei évben is hasonlóan jó időnk lesz, tehát nem fogja zavarni semmi. A program majd a rendezvénytéren fog folytatódni egy színpadi műsorral. Általában elég hosszú szokott lenni bele az éjszakába, hát most bízom benne, hogy sikerül betartatni az időkereteket minden csoportnak, és így 9 órára terveznénk, hogy akkor befejeződne a színpadi műsor, illetve azt követően viszont egy mulatság venni kezdetét, ami tartana éjfélig. Hát egy kis kirakodó jellege is van a dolognak, hiszen várunk, illetve jelentkeztek már kézművesek, ugye, akik tulajdonképpen a portékájukat fogják árulni, illetve hát van lehetősége az étkezésre is, vacsorára. Úgyhogy oda is bízom benne, hogy sokan megéheznek, aztán ott lesznek. Én úgy gondolom, hogy szép kis program lesz, aki ellátogat, az biztos megtalálja a maga szórakozását. Én azt is látom, hogy igénylik a csoportok, hiszen, ahogy mondtam, rég nem találkoztak ilyen formán, és így biztos, hogy tartalmas lesz számukra is ez a részvétel. A külhoni csoportok szép számmal vesznek részt a rendezvényen. Aldunáról, tehát például Csernake, illetve Székelykeve, Ertelendi falva, illetve Pancsováról, erről a helyről, illetve három helyről jelezték, hogy részt vesznek. Valamint ugye erdélyi részről, ott viszont Madéfalva fog jönni, illetve Csernekeresztül, Déva és Marosludas. Tehát ez a 4 helységből jelezték, hogy részt vesznek a programon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljes is a kör, mert körülbelül ennyi tagegyesületünk van külföldön, illetve most már külföldön. Az eseményt, amelyen a sok nemzetiségű Bukovinából a 20. században elszármazott népcsoportok hagyományőrzői találkoznak, 1990 óta rendezik meg minden alkalommal több helyszínen. Kovászki az ötletgazda, ugye, aki kitalálta végül is. Itt az volt a cél az egészben, hogy valamikor együtt élő népek, hiszen a bukovin székelyek tulajdonképpen Bukovinába
együtt éltek ezekkel a népcsoportokkal, tehát ott lengyelek, románok, ukránok, ugye a határok ugyan sokszor változtak, de ezek részt zsidók, tehát azért elég szép szám és több nemzetiségű terület volt. És hát gondolva arra, hiszen őket is, mind a bukovinai székelyeket tulajdonképpen Lengyelországban lettek letelepítve, így gondolva arra, hogy ezeket a népeket összevonva csinál egy ilyen programot. Én úgy gondolom, hogy a lényege talán az egésznek, hogy azokat tehát a program keretén belül, akár egy arató fesztivál, csak úgy mondok egy, vagy a téli ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokat. Tehát itt én azt látom, hogy annak van értelme, amikor be tudjuk mutatni mi a magunkét, és meglátva azt, hogy mi az, ami egymásra, végülis az együttélés folytán tulajdonképpen egymásra rakódott, illetve mit tanultunk, illetve milyen értékek vannak, amelyeket mi csinálunk, illetve milyen, amit ők csinálnak ehhez a konkrét programhoz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha mindenképpen kulturális, tehát hagyományozó a jellege, tehát egyértelműen nem más indítatás, és hát hála jó Istennek azért így is állnak a csoportok, hiszen mint hagyományozó csoportok, akik részt vesznek.